Köszöntöm Önöket, ez már a Pécs TV sportmagazinja. December óta új vezérigazgatója van a Pécsi Sport Nonprofit ZRT-nek. A mai műsorban Máté Jánossal beszélgetek. Felkészültek? Akkor rajt! Szervusz, köszöntelek a műsorban. Jó napot kívánok, szervusz. No, hát december eleje óta vagy ugye a Pécsen ZRT első ember. Kezdjük talán azzal, hogy mit szóltál a felkéréshez, hogyan fogadtad? Nos, nem volt bizonyos értelemben váratlan. Nagyon sokáig úgy készültem, úgy tudtam, hogy tanácsadói szerepkör vár rám, amit örömmel teljesítettem volna, segítve ezzel a leendő igazgató, vezérigazgató munkáját, illetve a sportéletet. És aztán különböző okoknál, amiket én sem tudok, nem ismerek pontosan, még az ősz folyamán polgármester úr azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy szeretné, ha én vállalnám el, szeretett volna helyi embert, minden bizonnyal ez volt a fő oka. És a sok-sok évtized, amit a városban eltöltöttem, általában mondhatom, talán szerénytelenül nem hangzik, hogy sikeresen a sportéletben, vezetői tapasztalattal, egyébként is jól ismertük egymást, hiszen ő Pannon Páver vezérigazgató volt, mikor én a kosárlabda férfi kosárlabda csapat vezetője, és kötöttem egy nagyszerű szerződést, ami azóta is meghatározza például a férfi kosárlabda csapat életét. Tehát az ismertség okán és a bizalom okán engem felkért. Én őt támogattam, mindenki tudja, a kampánya során is nagyon alkalmas polgármesternek tartom, és nagyszerű embernek. Beadtam a derekam, elvállaltam. Tehát gyakorlatilag valamennyi időm volt lelkileg is erre, fejben is készülni. Akkor nem sokat gondolkoztál ezek szerint? Nem mondom, hogy nem, de tulajdonképpen amikor még egy kicsit húztam magam, akkor is biztos volt, hogy el fogom vállalni, de végig kellett gondolnom pár dolgot. Egy picit más kép képzeltem az elkövetkezendő időszakot, némi átszervezést igényelt az életem, de valójában így van, egyből azt mondhatom, hogy belülről már igen, előbb megszületett, mint ahogy kimondtam. Villancsunk fel ebből az elmúlt néhány évtizedből fontosabb állomásokat. Bár aki a Pécsi Sportban dolgozik, vagy képben van, az jól ismert téged. Igen, elég érdekes, hogy gyakorlatilag minden patinásabb szereplőnél én már dolgoztam, kezdtem a PEAC-szal, hiszen egyetemista lettem 1980-ban, és PEAC-os kosárlabdázó és kosárlabda edző voltam. Amikor végeztem a tanárképzővel, akkor a sportiskolához kerültem edzőként és oktatóként, majd következett a postás és a PVSK is, tehát így sportolóként, sportvezetőként megjártam a hadak útját. Meglehetősen váratlanul. Az egy váratlanabb szitu volt, hogy utánpótlás kosárlabda edzőként rendkívül lelkes a női kosárlabda utánpótlásban dolgozóként 1989-ben egyik vasárnapról hétfőre én lettem a felnőtt női kosárlabda csapat edzője, amely akkor 12 vereséggel állt a tabellán, és a bentmaradásért vívott harcot túl sokan nem kívánták elvállalni az ország szakemberei közül, így a saját utánpótláshoz nyúlt a PVSK, és természetesen azt mondtam, hogy segítenem kell, tapasztalatlan 30 éves fiatalember voltam, csak utánpótlás edzői múltal, elvállaltam, bent tartottam a csapatot, magyar kupa harmadikak lettünk, akarták, hogy folytassam. Én egy picit féltem a feladattól kellő tapasztalat hiány. Ha előtte 2-3 évet mondjuk egy Varga Feri bácsi mellett dolgozhatok, vagy egy olyan szakember mellett, mint most Sztojan Ivkovics, akkor valószínűleg vezetőedzőként viszem az életem most is. Elkaptam volna azt a fonalat, amivel akkor még bizonytalankodtam. Másrészt mindenképp Pécset szerettem volna sikert elérni szeretett sportágamban. Egy vezetőedzőnél ez egy nem kiszámítható dolog, hogy mikor kell a két előre elkészített bőrön fölkapni az előszobában. Ez is arra ösztökélt, hogy inkább vonuljak háttérbe, segítsem edzőként, sportvezetőként a sportszervezetemet, és így került egyébként ide először Vertetics Pisti, aztán Rád Géber, Laci, stb. És az eredménye ismert, nagyon sokszoros magyar. Az elsőben ugye nagyon érdekes szitu volt, és ott arra külön büszke vagyok, de egyébekben is még sok évig közreműködtem. Majd férfi kosárlabda, B-ligából kellett, hogy előhúzzunk valamit, és 2000-től gyakorlatilag ez meg is valósult, hogy először B-csoportos, szimpatikus, fiatal pécsi csapattal, majd pedig 2003-ban az NB1-ba bemutatkozva
2009-re már magyar kupagyőztes, bajnoki második helyzet, szuperkupagyőztes csapatot ünnepelhettünk. Újabb váltás, újabb állomás volt az, amikor a PVSK mögött bejött a TAO éra, talán egyszerűbb volt, és nagy lehetőségekkel utánpótlást szervezni. Azzal párhuzamosan, hogy a városvezetés egy kicsit a meglévő sportiskolát kiszervezte a PVSK alól, egy kicsit átalakította ezzel a pécsi életet, és ugye Rád Géber Laci művkörébe került az akkori sportiskola kosaras szinteken. PVSK viszont elhatározta, hogy a saját utánpótlását megteremti. Erre ismét szerződtem, Sági Zoli, Bán Gabi elkezdték ezt a munkát, Tiszai Laci elkezdték ezt a munkát, és én 2012-ben ehhez csatlakoztam, majd 2018-ban akadémiai rangot kaptunk, még 19 van az országban, megépültek a nagyszerű létesítményeink, közben fölújítottunk 6 iskola sportcsarnokát, torna termét, ahol aztán a gyerekek is a délelőttök folyamán, a tanulók délután pedig a termeket visszabérelve életteret kapott a kosárlabda, és nagy örömömre a 100 éves PVSK átadta a jubileumi ünnepség magasságában az új, soha nem létezett életterét a kosárlabdának, az új multifunkcionális sportcsarnokot, ami a Verseny utcában megtekinthető, egy impozáns, szép és rendkívül hasznos létesítmény. Körülbelül ezek voltak az állomások, és akkor ugye 2019. december 11-ével szavazott meg a közgyűlés a PSM vezérigazgatójának, ami egy elég kemény új helyzetet jelent az életemben. Rengeteg kérdésem van még, de most egy bejátszóval folytatjuk, méghozzá rúdtánc sporttal. A pécsi fiatal tehetség Szántó Csenge Olaszországban járt egy versenyen, ahol bronzérmet szerzett. Nemzetközi rúdtánc sportversenyen szerzett bronzérmet a pécsi Szántó Csenge. A Dynamic Skills sportolója egy már jól begyakorolt előadással készült. A pécsi lány az elmúlt időszakban 2 világbajnokságon is szerepelt. A Montrealban megrendezett VB-n 5. lett, míg a finnországi világversenyen is jó helyezést ért el, a magyar indulók közül a legjobbat. A fiatal tehetség most junior kategóriában indult a Firenzében megrendezett Pole Art Italin. Csenge a tavalyi olaszországi versenyéhez hasonlóan ezúttal is a 3. helyen zárt. Én nagyon meg vagyok elégedve, nagyon erős mezőny volt, és a gyakorlatomat is nagyon jól adtam elő. A kis gyufáros lánnyal indultam, ugyanezt adtam elő az országos bajnokságnak is. Én nagyon jól éreztem magamat, úgy gondolom, hogy sikerült beleélnem magam. Én teljesen meg vagyok vele elégedve. Folytatjuk a beszélgetést Máté Jánossal, a PSN ZRT új vezérigazgatójával. Milyennek láttad a PSN ZRT-t, mielőtt kineveztek? Milyennek láttad magát a szervezetet, a működését, magát a modellt? Nem titkolom, hogy a 19 előtti 9 évben kívülről némileg azt éreztem, hogy a valamikor patinás, sportiskola, PSI, TASI, PVSI elszürkül, eltűnik, és egy nem feltétlenül kívánatos folyamat indul meg. A meglévő patinás egyesületek mellé PEAC, PVSK egy 3. nagy egyesület építése kezdődött. Gyakorlatilag nem igazán értettem, hogy erre vajon szükség van-e. Városvezetői döntés volt, gyakorlatilag nyilván a döntéshozók tudták, hogy mit és miért csinálnak. Most azt kell mondjam, hogy a PSN ZRT az nem egy klasszikus egyesületi típusú sportiskola, ez egy nagy sportszervezet, amit átlátni sem egyszerű első lépcsőben. Gyakorlatilag több mint 10 kisebb-nagyobb, 14 létesítmény vagy tulajdonban, vagy vagyonkezelésben van a sportszervezetben, és hát lehet vitatni, hogy egy vízi előkészítő csoport az most szakosztály vagy nem, de ha őket is annak veszük, vagy a külön veszük a férfi-női kézilabdát, vagy az atlétika bizonyos szakágait, akkor szintén 14 szakosztály is van itt, 1500 gyerekkel, közel 250
megbízási szerződése vagy munkaviszonyban álló apparátusi dolgozóval, pályamunkással, bezárólag sportiskolai dolgozókkal, stb. És egy jelentős, gyakorlatilag 1,5 milliárd körüli költségvetéssel. Tehát ez egy kívülről nézve először nehezen volt értelmezhető, aztán nehezen átlátható. A mai eszemmel azt mondom, hogy másképp kell ma csinálni, mint ahogy az elmúlt 9 évben ezt lehetett. Sokkal kevésbé gondolkodhatok abban, hogy majd kormányzati támogatás is érkezik, bár ment ilyen értelemben megkeresés, és remélem, hogy talán majd fülekre talál, akik támogató fülekre talál. Sok segítség lenne. Egyéb iránt át kell szervezni a rendszert, mert olcsóbban, kevesebb költséggel és nagyobb bevételékkel kell dolgozni. Ez néha fájdalmas lesz. Vizsgáljuk a lehetőségét, szakemberek, hogy ismét a sportiskola önállóan dolgozon, tényleges egyesületi típusú sportiskolaként, és egy létesítmény üzemeltető ZRT állna föl mellette, ami egyéb iránt pécsi sportirodaként is tudna üzemelni, vagy rendezvény szervezőzési feladata is lehetnének. Ez vizsgálat még nincs eldöntve, de sok olyan előnnyel járna, ami a működést is segíti. Csak egy példát mondok, saját szakosztálynak nem tudunk bérleti díjat számolni, mondjuk a vízfelület használatért. A sportiskola vízilabda csapata viszont minden további nélkül a behozott, megpályázott és behozott TAO-ból tudna. Tehát ezzel termetmentesítenénk a rendszert. Ez más sportágban is, TAO sportágban elé állna. Meglátjuk. Nagyon-nagyon nagy feladat, amivel szembesültünk, hogy szerintem, vagy nyilvánvalóan kényszerhelyzetben a pécsi első számú labdarúgó csapat, a PSN ZRT égisze alá került, működtetésébe került évekkel ezelőtt, 4-5 éve. Most nagy örömömre olyan jól szerepelnek a srácok az NB3-ban, egy jól felkészített, tisztességes, szerethető labdarúgó csapat, amelyik most bizonyított is a Paks ellen, kint voltam, megnéztem újra őket, tetszett, nyerni kellett volna, ez az egy hiányzott. Viszont ha a bajnokságot reményeink szerint megnyeri, akkor a PSN ZRT, mint non-profit cég nem nevezheti a bajnokságba. A tavasz folyamán itt áll a feladat előttünk, hogy az indulási jogot tisztázzuk, rendezzük, és egy olyan sportszervezetbe kerüljön a csapat, amelyik majd nevezhet. De itt az utánpótlása a focinak, ami szintén nagy munkát végzett az elmúlt időszakban, elismert a magyar labdarúgásban. Nem akarok most neveket sorolni, hogy a legutóbbi időszak, akik, nehogy kihagyjak valakit, kikerültek innen ki, és reményeink szerint fognak is a jövőben. Meg kell épülnie, be kell fejeződnie a Dárdai Akadémiának Kovács telepen, ami egy igazi nagyszerű élettér lenne, és nagy lehetőséget biztosítan az utánpótlás, de edzés szempontjából a felnőtt számára is. Talán tudott, talán nem. Egy korábbi ingatlancserés sportegyesületek közötti város és egyetem bevonásával létrejött szerződés értelmében a Stadion utca július 1-től az egyetemé, és ezzel szemben az MB2-es csapatnak egy-két szezont minden bizonnyal itt kell majd lejátszania. Ez újabb feladatokat jelent, hiszen vannak kritériumok a licensz megszerzéséhez, de a tárgyalások nagyon biztatóak, és úgy gondolom, hogy ha már az említett indulási jog rendben van, a csapat együtt áll, akkor a Stadion utca rendelkezésre fog állni, majd pedig a reményeink szerint akár a 2021-22-es bajnokságra elkészülő PVSK új sport létesítményében az új futball stadion adhatná addig otthont a PMFC focinak, amíg esetleg saját stadionja nem készül. A műsor utolsó harmadában bővebben is beszélgetünk majd a PMFC csapatáról. Előtte azonban arról, hogy változás tehát biztos, hogy lesz majd a PSN ZRT-nél. Ebből a sportolók mit érezhetnek majd meg? Hogy érint majd ez a szakosztályokat? Arról be tudsz számolni? Illetve, hogy ezek a változások körülbelül mikorra realizálódhatnak?
Igen, nem tervezünk semmi olyan változtatást, ami a megkezdett szezonban a kitűzött célokért jelenleg zajlik. Azt olyan értelemben már van az átszervezésnek hatása, hogy nincs sportiskolai igazgató külön, Réfi Eszter munkáját én itt megköszönöm, fölállították ezt a hátteret, biztosították, ő szakosztályvezetőként és edzőként fog a nagyszerű aerobik szakosztályban dolgozni, de egyéb iránt semmelyik sportágnak nem kell úgy éreznie, hogy partvonalra került, viszont tudnia kell, hogy az adottságok, akár a bevételek, akár a személyi feltételek tekintetében kisebb változások lehetnek, mindenkinek a nadrágszíjat azért, nadrágszíjon kell tartania a kezét, de bátran dolgozhat. Már nagyon kevés olyan szereplő van, akivel személyesen is nem beszélgettem el tartósan a sportágáról, az ő dolgaikról. Beszámolót kértünk az elmúlt időszakról, megkértük a terveket a következő szezonra. A TAO tervezés gőzerővel zajlik, hiszen előre jött február 28-ra a beadási határidő. Úgy gondolom, hogy sikerült mindenkit megnyugtatni, hogy nincs gond. Azokat, amiket az imént elmondtam, egy esetleges átszervezésről nem nagyon hallottak még, ezért kihangsúlyozom, hogy ezek tervek, és szintén annak érdekében, hogy a sportiskola minél magasabb szinten és minél stabilabban működhessen, fog zajlani. Nagyon szimpatikus emberekkel találkozom, a legkisebbektől a legnagyobbakig, a létesítményeket is áttekintettük, fejlesztésre szorul sok szempontból, és másfajta szemléletet, kevesebb vezetői státuszú, és esetleg több a fronton dolgozó szakembert kíván majd meg. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak végképp mindenkinek azt fogja sugallni, hogy egy harmadik olyan monumentális nagy egyesületre nem is, de egy igazi, egészséges sportiskolára sok gyerekkel és az értékes sportágakkal tele igenis szükség van. Ahogy már vendégünk is megpendítette, Magyar Kupa mérkőzésen a PMFC csapata Paks gárdáját fogadta a nyolcaddöntő első mérkőzésen a Stadion utcában, íme a találkozó összefoglalója. Kiegyenlített első félidőt láthattak a futballszerelmesei a PMFC Paks találkozón Pécsett. A csapatok a mérkőzés első percétől fogva próbáltak helyzeteket kialakítani, az első komoly lehetőségre azonban a 38. percig kellett várni. Egy kapushiba után Rácz László vágta be az elé pattanó labdát a hálóba, ezzel vezetéshez juttatva a hazaiakat. Az első fél idő után úgy gondolom, hogy elégedetten jöttünk be az öltözőbe, ott megszereztük a vezetést, úgy mentünk ki a második fél időre, hogy csak ezt növeljük. Ahhoz képest 1-0-nál kiadtunk egy büntetőt, vagy utána 2-1-nél is. Úgy gondolom, hogy sokkal több volt ebben a mérkőzésben. A második játék részben ugyanis gyorsan fordult a meccsállása. A Böde Dániellel felálló Paks előbb szabadrugásból, majd akcióból volt eredményes, így az 57. percben már a vendégek vezettek. A pécsi sebeket tovább mélyítette, hogy két büntetőt is elvégezhettek, viszont mindegyiket kihagyták. Ezzel a Paks 2-1-re megnyerte a nyolcaddöntő első találkozóját. A pécsi csapat igazolta jó hírét, nagyszerűen játszottak, eltüntették a két osztály különbséget. Mi a minimális célt elértük, amihez gratulálok a csapatomnak, hiszen előnye. Várhatjuk a folytatást is otthon. A visszavágót február 19-én szerdán játsszák a felek Pakson, ahol a PMFC-nek hátrányból kell talpra állnia. Vendégünk továbbra is Máté János, a PSN ZRT új vezérigazgatója, és miközben néztük a meccs összefoglalót, említettél valamit, hogy kifelejtettél a felsorolásból egy nagyon fontos információt. Igen, hogy a sportiskola része felnőtt kategóriában jó néhány olyan sportoló, akik a világszínvonalú szereplők, és az olimpián érintettek, például Kenderesi Tomi, vagy Bicsák Bence, reményeink szerint Csonka Zsófi is, aki még majd hátra van, hogy kvalifikálja magát. A Burján Csabának pedig a téli olimpikon és a gigszere még megbeszélésre szorul, de úgy tudom, december 9-dik után teljes értékűen majd ő is rendelkezésre állhat a válogatottban ismét, és akkor újabb sikereket érhetünk el. Nagyon innen is sok sikert kívánok nekik, a felkészülésüket közelről nagyon nehéz kísérni, hiszen specialitások tarkítják.
Ezzel együtt kerek a képén, szerintem rengeteg feladat van, és drukkolhatunk aktuálisan a legnagyobb célokért ez esetben nekik. Így van, és akkor most már tényleg foci, hogy mondtad, kint voltál a múlt heti kupameccsen, hogy tetszett, amit láttál? Nagyon tetszett. A Paksot gyakorlatilag beszorítottuk hazai pályán, domináns volt a pécsi csapat, látszott az igyekezet, látszott a motiváltság, holott a felkészülés közepén talán kétharmadánál járnak, és ez nem feltétlen párosul mindig egy abszolút frissességgel. Taktikusak voltak, gyönyörű támadás végén egy szép gólt szereztünk, aztán sajnos két büntető is kimaradt, nagy helyzet is kimaradt, és ez egy klasszikus, aztán az ellenfél 5 perc alatt két helyzetét értékesítette, ezzel realizálta az erőfölényt, de a saját edzőjük is elismerte, hogy eltüntette a harmadosztályú csapat az osztálykülönbséget. Nyilván nehéz lesz, oda-visszavágon dől el a továbbjutás, azt gondolom, hogy is ez már önmagában nagy szó, némi esélyt érzek arra, hogy esetleg ott is helyt áll a csapat, de ennél is fontosabb, hogy a bajnokságban folytassák azt az eredményes szereplést, ami az ősszel volt, és harcolják ki a bajnokként az NB2-be jutást. Az NB2-ben érzésem szerint Pécset több ezer ember látogatná a mérkőzéseket, és hát a focinak a pécsi hagyományai erre nyilván mindannyiunkat köteleznek, hogy ezért mindent tegyünk meg, én örömmel motivált vagyok rá. Szerda akkor a délutáni időpont ellenére most is kint voltak 1500-1800-an, ha jól tudom. Így van, sokan voltak, örültek, és azt hiszem, hogy elismerték hozzám hasonlóan a vereség ellenére az eredményt. Igen, én is néztem ilyen szemmel is, hogy ez nem egy kedvező időpont, és ebből is leszűröm, vagy az erősebb ellenfelek, ha érkeztek ősszel, akkor is mondjuk egy Kozár Mislany, amikor kint volt, nagyon sokan voltak, de akkor nyilván onnan is, a Kozár Mislanyi szurkolók is kilátogattak. Azt várom, hogy ha NB2-be el tud indulni a csapat, akkor a középmezőnybe tartozva az első évben is hazai pályán mindenkinek egy reális, egy igazi oroszlán barlangot teremtve reális ellenfele, győzelemre esélyes ellenfele legyen, akkor elindulhat tartósan fölfelé a pécsi foci. Szükség van rá, szükség van a kosarasokra, szükség van a többi szereplőre, nincsenek egyforma helyzetben. Ez is dolgunk, hogy sportkoncepció alkotás is zajlik, gyakorlatilag hamarosan letesszük a polgármester úr asztalára dr. Elbert Gábor főszereplésével a koncepciót, de még majd visszajut a szereplőkhöz, hogy mindenki hozzászólhasson, és akkor mindenki el tudja mondani, hogy ő le tudja írni, hogy ő mit gondol arról, amit az anyagba tettünk, és mit gondol a saját szerepéről a pécsi sportban. Azt hiszem, hogy van esély rá, hogy a városvezetői szintről is, vagy sportvezetői szintről is mindenki reálisan értékelve, de megtalálja a méltó helyét ebben. Az egyértelmű, hogy mint önálló szervezet kellene, hogy működjön a PMFC a jövőben. Igen. Mekkora esély van erre? Néhány hete a PMFC bejelentette, hogy van ismét egy komoly támogatója a csapatnak. Ebből kellene több vagy egy tőkeerős vállalkozás? Körvonalazódik-e? Pusmognak már ilyeneket a városban, hogy alakulóban van valami? Erről lehet-e valamit tudni? A szezon végéig kötöttünk szerződést több szereplővel is, akik szponzornak tekinthetők, és a mezeken, táblákon jól láthatóak majd. Az MLS szerepvállalásáról meglehetősen sok információt szereztem, ez markáns, és nem elég, hozzá lehet tenni, és a város a legjobb szándékával sem tudja majd fönntartani az NB2-es, vagy netalántán a még magasabb szintű focit majd, tehát igaz, a felvetés jogos, hogy szponzor, mecénás, netalántán tulajdonos kell a rendszerben. Én még személy szerint ilyen beszélgetésen nem voltam, de nem is kellett, hogy legyek feltétlenül, és nagyon bizakodó vagyok a hírek szerint, igen, van érdeklődés, ennél többet semmilyen szempontból nem tudnék mondani, mert hogy nincs információm róla, tárgyalásokról igen. És talán azt is említettük már, hogy ha sikerülne a feljutás az NB2-be, akkor a jelenlegi létesítmény ugye nem alkalmas teljesen az NB2-es mérkőzések rendezésére. Igen, minimum, ami hiányzik a
fedett lelátó, ami MB2-ben 600 fő befogadására alkalmas. Azonban az MLS-nél méltányossági alapon van jelenleg is példa, évekre visszamenőleg is, hogy például, amit említettem, hogy a PVSK egy szezonnal későbbre tervezi megépíteni az ő stadionját, részben erre hivatkozással, részben arra, hogy egyébként Siófokon, Vácott is megvalósult az, hogy méltányosságból engedélyezték átmenetileg, ha egyébként sok más szempontból a licensz folyamat kapcsán mindennek megfelel egyébként a sportszervezet a fő kritériumoknak, akkor megkaphatja ezt az átmeneti engedélyt. Ebben bízunk. Ha ma engem valaki megkérdez, akkor azt mondom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy lelátót építeni kellene egy-két szezonra. Ez legalább 70-80 milliós teher. De azt is látni kell, hogy a Peac futballcsapata, mint ahogy a PVSK is, igyekszik majd NB3-ba jutni, és ez is örömteli. Oda viszont szintén kell fedett lelátó, ha nem is 600 főre, de egy részére igen, és ez pedig lehet, hogy azt húzza alá, hogy mégis épülhet lelátó, hiszen ahogy említettem, az egyetem tulajdonába kerül a Stadion utcai létesítmény, ami nyilván otthont ad majd a Peacnak. A terveik között egyébként szerepel, csak röviden mondom, nem az én tisztem, egy nagyon számomra is szimpatikus elgondolás, hogy ott a stadion és a Szigeti úttal párhuzamosan egészen a leégett, valamikor jó régen leégett, affitig bezárólag egy úgynevezett sportsziget létesülne, de erről biztos majd az egyetem illetékesei többet mondanak. Rövid távon bizonyára a labdarúgásé lesz ott a főszerep, részben a PMFC, mint bérlő, és MB2-es szereplő, részben pedig a Peac, mint jelenleg megyei, és reményeik szerint NB3-os várományos. Akkor hajrá Pécs, hajrá Pécsi Sport. Záró kérdés, marad-e ideje a sportnak, a PSN ZRT első emberének? Igen, hát mondanám, hogy horgász vagyok legszívesebben, vagy lennék. Egyről a csónak letisztításáig jutottam, jó idő van, de nem volt esélyem. Ellenben megkezdtem, amit én még futásnak hívok kívülről, nem tudom, hogy néz ki, de Malomvölgybe robom a köröket, szenvedek egy kicsit a fájós térdek miatt, izomlázam lett, tehát nyilvánvalóan el volt egy kicsit hanyagolva, de természetesen igen, szerencsére még a versenysúlyomhoz közel vagyok, és ebből nem is szeretnék engedni. Sportolok, úszok, futok, öreg fiúk kosarazok. Máté Jánosnak köszönjük szépen, és akkor további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Ennyi volt már a sportműsor, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha korábbi adásainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a Pécs TV YouTube csatornáját. Találkozunk egy hét múlva is, minden jót, viszontlátásra!